Sziasztok! Itt a Cserebogár Explorer Krizsán Tamással és Jankulán Zsoltal. Ebben a részben arra keresünk választ, hogy hogyan reagálnak a vakondok az emelkedő vízre a körösök árterében. Emellett sok más csodálatos dolgok fogunk találkozni. Gyertek és tartsatok velünk! Ez tölti fel a kubi gödröt. És ott az a nagy bugyogás, az pedig az, hogy van alattunk egy átteresz, és ott tör felszínre az azon át áramló víz. Valaki itt autóban már szépen fel vagy lejött, és valami irgalmatlan mennyiségű vakontúrást látunk, tehát valószínűleg van élet a talaj alatt. Ezen az egy darab fán egy jó pár zuzmó és homofajtát lehet felfedezni. Itt az élénk zöldtől egészen a rozsdavörösig látszik, tehát az egyik moha, másik zuzmó, és akkor különböző fázisokban látszik a megtelepedés. Megyünk tovább ezen a vidraösvényen. És ez a túrás itt, ez mi lehetett itt ez a... Hát nem, ez nem vidra, itt valami állatcsapás. Aha. Foltokba elkezd kiolni. Valami mezettség a mohának, nem tudom. Sok helyen lehet látni ilyen mohás, a törzs milyen szabályos körlapú kisárgulás. Na, megtaláltuk azt a derék jószágot, amit most nagyon neki állnak kilőni. Ezek nem mások, mint a vaddisznók. És rengeteg túrás van. Egész nagyon. Tehát itt, ahol állunk, mutatja a barátunk, hogy ez egy kocsinyom, és hogy milyen gyorsan változik a természet, és milyen hihetetlen gyorsasággal önti el a invazív fajok a területet. Az, hogy lehet látni, hogy ez itt egy vájat, kerékvájat, keréknyom, itt egy másik. És a kellős közepén az útnak itt van egy fa. És ez mindez csak pár év leforgása alatt történt. Ez a természet rendje, kiborult a fa, a moha felszívja a tápanyagot belőle, tehát... A vakontúrások, meg a vízszint között gyakorlatilag egy ilyen 8-10 centi különbség van. Tehát, hogyha a vakond egy kicsit eltéveszti az irányt, akkor simán belemegy a körösbe. Igen, tehát valószínűleg ez már még amikor elindult a vízbetörés, már akkor a vakond vagy a felszínre, vagy valamire nagyon gyorsan elhúzta a csíkot, és megmenekült. És itt még radikálisabban látszik, hogy az útnak a szintje és a víznek a szintje hol van. Tehát így szépen lejövünk, és akkor látjuk, hogy ennyire lejjebb vagyunk. Tehát itt lenne vagy 30-40 centi víz. Itt valami elképesztő vakondú univerzumot látunk. Százasával, ezresével vannak kilométereken keresztül a vakontúrások. Eljön a víz, akkor már lesz bajban. Hát igen, itt a gyakorlatilag, hogyha egy komolyabb áradásnál ezek a kis vulkánszerű képződmények, amit a vakondok csinálnak, gyakorlatilag kilövi ezeket a jószálkat a földből. Tehát városi emberek, ezt úgy kell, hogy elképzeljék ezek a városi emberek ezt a dolgot, hogy megy az ember itt a réten, itt a mezőn, és ezekből a földhányásokból vakondok repülnek ki az ég felett. Tehát akkora víznyomás van. Tehát ez a kérdés, egyes igaz, amit mondok, kettes kamu, három, nem nyilatkozom.
bármilyen probléma van a gyerekekkel, viselkedési zavar, koncentrációs, bármi, ma divatos mindenféle rövidített kódszavakkal, egy biztos megoldás van, ki kell őket engedni a szabadba, és ridegtartásban, szigorú ridegtartásban terelgetni őket egy-egy ilyen mezőn. Kötelező sárpálcázás, dobálás, kergetőzés, és természetesen a megkoronázásként mindenféle mocsárba, pocsolyába való, két lábba való beleugrás. Kötelező jelenség, tudom ajánlani. Természetesen telefon nem látunk a kezükbe, és elvonási tüneteik sincsenek. A természet minden meggyógyít. Még a modern gyerekeket is. Mint ahogy a mellékelt ábra mutatja.